Orbán Viktort a politika trágya dombjára kell küldeni, ezeket a veretes szavakat az Európai Parlament liberális frakciójának vezetője mondta néhány hete. És most ugyanez a párt, ugyanez a magyar gyűlölő Guy Verhofstadt a Momentum szövetségese lett. A múlt héten indított Orbán ellenes kampányt az Európai Parlament liberális frakciójának vezetője Guy Verhofstadt. A plakátautón a magyar miniszterelnök fényképe látható, mellette pedig angol és magyar nyelven az a felirat, hogy Orbán Viktor eddig csak az uniós pénzt lopta el. Most azonban már az a célja, hogy lerombolja egész Európát. A kampány rendezvényen részt vett a Momentum politikusa Benedek Márton is, aki egyébként az Európai Bizottságnál dolgozik, ahol menekültügyekkel foglalkozik. Az Echo TV brüsszeli stábja telefonon érte el a politikust. Azt gondolom, hogy ebben most ebben a filmben nem tudok önnel beszélni, de majd valószínűleg a későbbieknek. Azt egyébként tudja, hogy a keddi programjáról kérdeznénk, amikor részt vett azon az eseményen munkaidőben. De uram, tehát ebben a kérdésben nem szeretnék kinyilatkozni. Az Európai Bizottság nem csak etikai, hanem jogi szempontból is ellenzi, hogy valamely munkatársa munkaidején belül politikai rendezvényen vesz részt, nyilatkozta az ügy kapcsán az Európai Bizottság egyik sajtószóvivője. A munkavállalókra vonatkozóan a bizottságnak világos szabályzata van. Ez pontosan leírja, hogy a dolgozók mit tehetnek meg és mit nem. Arra vonatkozóan is van iránymutatás, hogy a kampányban részt vehetnek-e, és ha igen, milyen minőségben. Vendégem Hajnal Miklós, a Momentum elnökségi tagja. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Na hát akkor, ahogy hallhattuk, hogy az ön kollégája, vagy pártársa munkaidőben ott volt Verhofstadt úrnak ezen a bizonyos politikai rendezvényen. Ez azt jelenti, hogy önök végleg és végérvényesen letették a garast a bevándorlás párti politika mellett? Mi az AD-hoz csatlakoztunk? Verhofstadt úr ugye közismerten bevándorlás párti, többször kijelentette, hogy ő szerinte szüksége van a belátás, szükségünk van a migrációra. Legális migrációra van. Verhofstadtról a propaganda azt állít, amit akar, ezt már rengetegszer megtették. Szerintem Verhofstadt pontosan el tudta mondani az álláspontját, és biztos vagyok benne, hogyha meghívják ebbe a stúdióba, akkor ő is el fogja mondani az álláspontját. Amit önök itt csinálnak, az nagyon furcsa nekem. Mindig választanak egy újabb meg újabb ellenséget, hogy most éppen liberálisok, Gyurcsány, kommunisták, most éppen ugye a bevándorlók, valamikor a hajléktalanok. Ez azért egy jó szokásuk, az annak kérdés, hogy ki a következő ellenség. Ön szerint én nekem ellenségem a hajléktalan, bármelyik hajléktalan. Hát a propagandának úgy tűnik, igen, most éppen a, nem tudom, hogy a Lokának vagy a Riposztjának teszik fel legközelebb címlapjára. Hol számíthatunk hát következő ellenség? Mi közön van nekem a Riporthoz? Na, az ALDE programjában az van, ez szerepel, hogy badly regulated migration flows van, tehát rosszul szabályozott migrációs folyamat van. Hát akkor ez mégiscsak egy bevándorlást támogató párt, amihez önök csatlakoztak, tehát önök egyetértenek ezzel. Hát azt gondolom, hogy az ALDE programja egyértelmű, hogyha valaki jobban szeretné a migrációt szabályozni, az ellen önnek sem lehet problémája. Azzal viszont igazából kéne foglalkozni, hogy az a média, ahol most is itt ülünk, és amiből ön is kapja a fizetését, az a médiát kitartja. Ahol ön például, vendég, ezt se felejtsen. Ahol én vendég vagyok, ez így igaz, és nagyon örök, hogy elmondhatom, nem tudom, hogy hányszor fognak még hívni, de ezt a médiát is ugye Mészáros Lőrinc tartja el, abszolút, aki közpénzből építette fel a vagyonát, ezt gyakorlatilag kimondható. Az lenne a kérdésem, hogy szerint ez rendben van, hogy vagy felvásárolunk, vagy tönkre tesszük a szabad médiát? Ön szerint ezek a bizonyos fideszes oligarchák, akiket önök emlegetnek, azok a közbeszerzéseknek 2010 és 2016 között hány százalékát hozták el sikeresen? Nem tudom pontosan megmondani, viszont... Megmondom, 5-öt. 5%-át. Az a négy legnagyobb... Ez nagyon jó, akkor ön meg tudja nevezni, akik a fideszes oligarchák? Önök szerint, akiket önök szoktak megnevezni fideszes oligarchák. De kire gondol? Tehát 5%-át hozzák. Garancsi Istvánra gondolok, Simicska Lajosra, Mészáros Lőrincre, nem tudom, kit szoktak. Uh-huh. És az mennyi pénz? Tehát 5%-a az összes közbeszerzésnek. Ön szerint lehet, ez, de ön polgármesterek barátai. Ön szerint ez oligarcha, aki mondjuk egy nagyjából 1%-át megszerzi. Tehát nem mitől oligarcha valaki? Attól, hogy a Momentum rámondja. Hát szerintem ez nem százalékos kérdés. Oligarcha attól lesz valaki, hogyha a közbeszerzések eleve úgy vannak kiírva, hogy azon már gyakorlatilag elindulnak ketten, és megvan, hogy ki lesz a nyertes. 5%. Nézze, hogyha ez a szám 1% lenne, akkor is sok lenne. Szerintem 1%-os bűnöző is bűnöző. Igen, ez nem olyan, hogy 5% az belefér. Ön szerint ki a bűnöző? Ön szerint ki a bűnöző? Szerintem az a bűnöző, aki a közpénzeket úgy nyeri el, hogy arra igazából nem volt semmi fajta verseny. Szerintem ez nem tisztességes. Tehát ami akkor ön szerint az, hogy egy bíróság elé állítsák, ott elítéljék, vádak, az nem számít. Ez nagyon jó lenne, ha így lenne. Éppen ezért van szükség arra, hogy legyen mondjuk egy európai ügyészség.
és annak mi a tagjai legyünk, mert a mostani ügyészség az nyomozgat, és aztán nem emel vádat. Hát de ez... éppen most emeltek vádat Simonka képviselő úr. Na hát, hogyha éppen úgy tartja az ügyészség, akkor... Miért mondja, hogy nem, de látja, csúsztat? Na, beszéljünk az Élios ügyről akkor, ahol meg nem emelnek vádat, és még magyarázatot sem adnak. De ön tud bűncselekményt? Én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy hogyan az bűncselekményt? Az Élios-szal kapcsolatban önnek van tudomás a bűncselekményről? Szerintem az Olaf elég sok mindent feltárt, ezzel kapcsolatban bárki elolvashatja. Önnek van tudomás a bűncselekményről? A vádemelés feladata az ügyészség feladata, ha én tudnám, és benyújtanám azokat a bizonyítékokat. Na, akkor ezek szerint ön nem tud semmiről, de azt állítja, hogy nincs vádemelés. Én a bizonyítékokat pont ugyanúgy elolvastam, ahogyan is elolvashatta az interneten az Olafnak a jelentését. Simonka úr ügyében jó az ügyészség, az Élios ügyében rossz az ügyészség. Tehát ugyanarról az egyszerű, amikor az önök érdekét képviseli, akkor jó, amikor más, akkor az ügyészség nem. Akkor lenne jó, hogyha transzparens lenne a nyomozás, hogyha megosztaná, hogy mit talált és mit nem talált, és az alapján döntenie, hogy mi az, ahol vádat emel, és mi az, ahol nem. Nem tudhatjuk, hogy mi van, mert nem tudhatjuk, hogy mik voltak azok az érvek, hogy bizonyítékok, ami alapján ejtették kicsit, ezt az ügyet. Kicsit ilyen üldözési mániának tűnik. Ne beszéljünk önökről, ugye itt van ez az ALDE pártcsoport, önök korábban mindig a különállásokat, a fiatalosságukat hangsúlyozták. Nem gondolják azt, hogy egy hitelességi problémát vett fel, hogy önök a Verhofstadt-féle csoporthoz csatlakoztak? Nem gondoljuk, ez a lehető legjobb pártcsoport, a lehető legjobb helyen vagyunk, ez Emmanuel Macronnal szoros szövetségben dolgozik, Guy Verhofstadt, Orbán Viktor legáldázabb ellenfele. Megfelelő helyen vagyunk, azt hiszem, Európában, és hogyha szeretnénk elvégezni azt a munkát, amire a mi szavazóink felhatalmaznak minket, akkor azt hiszem, hogy ennél jobb helyen nem is lehetnénk. Azt tudja, hogy egy családba kerültek azzal a Rasmussen úrnak a pártjával, akik elveszik az ékszereket a dán határon a migránsoktól? Fogalmam sincs, hogy kikkel kerülünk még egy pártcsaládba, így név szerint. Az biztos, hogy ebben a pártcsaládban olyan kormányok vannak, amelyek egyébként rendkívül tisztességes munkát végeznek. Olyan kormányok vannak, és olyan kormányfők vannak, mire utal, akik Babis úrra? Az Anó pártra, Babis úrra gondol? Ilyen hosszú alapjelentés, vagy lista van arra, egyébként kívánom Csehországnak is, hogy csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. Az összes európai országnak. De figyelj, ön arra hivatkozik, hogy milyen kiváló. Én nem vagyok kettős mérce pártig. De hát ott ül ugyanabban a pártban, nagyon konstruktív vitáik lesznek. És csatlakoznak az Európai Ügyészséghez, és akkor kiderül. De egyébként én azt látom az összes ilyen esetben, hogy tehát így ahova próbálja visszavezetni ezt a dolgot, az, hogy akkor most nálunk valami fajta kettős mérce, vagy korrupció egyszer így jó, egyszer meg úgy jó. De a korrupció az pont az ügyészségnél van, hogy az egyik esetben vádat emeljen, megnézem, hogy a másik esetben miért nem. Igen, ide, hát hogy fognak így a korrupció ellen harcolni, hogy ott ül az a Babis, aki ellen 20 Olaf Babis, eljárás a Babis van. A cseh kormányban ül. Hát és az önök frakciójában. Mi pedig az Európai Parlamentben fogunk. Hát abszolút, hát az ALDE pártnak, a Babis pártja tagja. De éppen az a lényeg Európának, hogy elegen vagyunk ahhoz, hogyha valaki valami rosszat csinál, legyen az akár Orbán Viktor, akár bármelyik másik kormányfő. És hogyha a saját pártársa, vagy a frakciótársa. Én azt gondolom, hogy annak is természetesen ugyanak utána kell járni, nem véletlen, hogy a néppártnak is rengeteg képviselője megszavazta a sargentini jelentést. Szóval Tehát ön helyesli a sargentini jelentést? Maximálisan támogatjuk a sargentini jelentést. És melyik részét különösen? 12 fejezetből áll, szerintem mind a 12 fejezetben vannak helytálló megállapítások. Még egy picit írjuk vissza a korrupcióhoz. Az a bizonyos román ALDE párt is tagja, tudja melyik az a párt? Számon is vannak kérve, tudom melyik te. Na, tehát hogy ugye ez a Dragnea féle párt, ugye ők azt mondják, hogy a családfogalma kizárólag a férfi és a nő házassága. Önök elszántan támogatják a homoszexuális házasságot. Ebben ez is belefér? Szerintem van egy törekvés az Európai Unióban, hogy a melegházassággal kapcsolatban legyen majd, remélhetőleg minél több tagállamban normális szabályozás. Sajnos Magyarországon ezzel kapcsolatban még nincsen normális szabályozás. Sajnos Magyarországon a család fogalma az nagyon korlátozottan van értelmezve. Meglátjuk, hogy Magyarországon vagy Romániában fog hamarabb változni ez a helyzet. Ugye azt látjuk, hogy voltak különböző népszavazási kezdeményezések, és ott azért látszott, hogy a népnek elég egyértelmű ebbe a vélemény, meg kíváncsi vagyok, Dragnea hogy ön egyébként pártja, népszavazásra bocsátaná. Dragnea úr nagyon elszántan kampányolt a melegházasság ellen Romániában. És biztos vagyok benne, hogy ezért megkapja a kritikát. Beleülnek egy... Ez a helyes, tudja, így kell a demokráciának működni, hogy pártcsaládokba is kritizáljuk egymást, és nem az van, mint a Fideszben, hogy mindenki ugyanúgy szavaz, hogy mindig szavazógépek. Aha. Ez teljesen rendben van. Azért vagyunk itt, azért csináljuk ezt, hogy egymást kritizáljuk. 3,5 év letöltendő büntetést kapott korrupció miatt Dragnea úr. Nagyon helyes. Nagyon helyes, hogyha valaki bűncselekményt követett. Hát ott vannak, hát nem ültették le, ott van az önök pártja. Hát akkor rossz az ügyészség, hogyha nem ültették le, ugyanúgy, ahogy Magyarországon is rossz, az a baj, hogy még ítéletek sem születnek meg, eljárások sem mind. Hát akkor ezek szerint neki megbocsátja. Nekem
senkinek nem kell megbocsátanom semmit, mert engem nem bántottak meg. Tehát ha nem öntől lopják el, hanem mondjuk a román néptől lopják az európai, pénzt, az európai adófizetőktől lopják el általában ezeket a pénzeket. Ugye én azt gondolom, hogy a megoldás az az, hogy az európai ügyészséghez csatlakoznunk. De mert hogy mire lesz megoldás az európai ügyészség? Az összes ilyen ügyben meg lehet nyomozni, transzparensen végezni ezt a munkát, benne lesznek magyar ügyészek is. Most ha már egyszer a Dragnát elítélték 3,5 évre, akkor hogy jön oda az ügyészség? Már az rég túl vannak. Hát azt gondolom, hogy ez egy erősebb és betarthatóbb döntés lesz. Hát ön nincs tisztában az eljárásjogi szabályokat. Tehát ha már van ítélet, akkor már az ügyészségnek a nincs végrehajtva. Hát akkor Romániában kell erősíteni a jogállamot, ugyanúgy, ahogy Magyarországon is kéne, hogyha valami nincsenek betartva ezek az ítéletek. Tudja, hogy kivel kerülnek még egy frakcióba? Azeri párttal. Na. Nagyon érdekes jelenség. Látom, hogy szorgosan kutatott. Hát figyeljen ide, nekem ez a dolgom. Ők egy egységes iszlám államot akarnak. Minden muszlimot egy országba bevenni, és ők föllépnek a minden muszlimok jogaiért. Ez is egyébként a néppártban is van ilyen listája, hogy ott milyen pártok van? Most nézze, nincsenek itt néppárti képviselők, ön van itt. Hát azért a Fidesznek a képviselői itt voltak, és de hogy látom, nagyon kedvesen tudott alá kérdezni, nagyon szeretem. Tud válaszolni a kérdésemre? Tehát, hogy mit keresnek egy helyen ezzel az azeri párttal, amelyik azt mondja, hogy a muszlim nemzet függetlenségét, segítséget nyújtanak minden muszlim nemzetnek, akik a függetlenségükért küzdenek. Tehát, hogy ezek is beleférnek ön szerint abba az Aldéba, ahol ül egy elítélt politikus. Nem ül én egy döntök olyan... az Alde tag felvételéről. De önök kérték, hogy be... De azt kérték, hogy felmenjek, persze, mert ez a legprogresszívabb pártcsalád. Ez a legprogresszívabb pártcsalád. Kürtölték a sajtót azzal, hogy ott vannak benn. És mi ezzel a baj? A néppártban is biztosan sokféle párt van. Odafigyelünk egymásra minden egyes pártcsaládban, hogy senki ne csináljon hülyeséget. Rászólunk azokra, akik hülyeséget csinálnak. És esetleg, hogyha eljutunk oda, vannak olyan ügyek, amikben egységes az álláspontunk, akár frakciókon túl, mint a Sargentini jelentés esetében, hajlandóak vagyunk elítélni. Számon kérte a magyar kormányt, hogy a melegházasságot nem támogatják eléggé. Azerbajdzsánban 100 embert tartóztattak le pusztán azért, mert homoszexuálisok tavaly. A legeslegutolsó, de ennek ellenére be tud ülni abba a frakcióba. Az Alde által vállalt értékeket képviseli a Momentum is. Tehát ön szerint az hogy más érték, pártok, hogy elítélnek? Az, hogy más pártok nem képviselik eléggé ezeket az értékeket a saját hazájukban, azért majd az Alde számon kéri őket. De azt hiszem, hogy ezt a kérdést itt lezárhatjuk. Önök tényleg csak ezért hívtak ma be? Hogy névsorolvasást tartsunk, és elmondjuk mindegyik egyes kormányra, hogy mi az egyes kormány. Hát a magyar kormányra azt hiszem, hogyha most névsorolvasást tartanánk, akkor valószínűleg holnapig is itt ülhetnék. Hajnal Miklós, várjuk legközelebb is. Köszönöm, hogy itt volt. Nagyon remélem.